Tépi harapja, biciklitolvajt fogott Willis a rendőrkutya a Hegyeshalmi Lőrince Lajos általános iskola udvarán. A diákok nagyon élvezték a látványos bemutatót, ahol a rendőrök megmutatták nekik, hogy végzik a munkájukat a rendőrkutyák. Willis ugyanúgy dolgozott, mint élesben. És a kutya a sapka alapján fel fogja venni az ő nyomát, meg fogja őt keresni szag alapján. Így is lett. Willis megszagolta az elhagyott sapkát, és pillanatok alatt megtalálta a ház mögött bujkáló tolvajt. A sikeres gyakorlat után a játék sem maradhatott el. Kérem! Willis el sem akarta engedni a labdáját, pedig jött a következő feladat. Azt mutatta meg, hogy védi meg gazdáját. Nem, mert ő leutítom a kutyát! Aztán mi lesz akkor? Mi lesz akkor? Aj, szájkos ára! Mennyi, mert fogja gondolat! Jó, vagy gyalunk be gyorsan! A gyerekek nagyokat nevettek a bemutatón. Nekem nagyon tetszett minden eddig. Csak az első óránk volt megtartva, és nagyon jó volt, hogy ellopták a osztálytársam bicikliét, és még nem tették vissza, meg ugye lesz a bicikli bemutató, csak én nem tudok indulni, mert a fékem beragadt, és nem megy a biciklim. Megtámadta a bácsit a kutya, és hogy harapgálta. Jó eddig ez a nap. Uh-huh. Máskor is volt már ilyen a suliban? Amikor másodikosok voltunk, én arra emlékszem, hogy oda székeket sorakoztattak föl, és akkor mi ott ültünk. Akkor nem volt itt kutyás bemutató, de a bicikli versenyen részt vettem. És most is részt veszel rajta? Igen. És mit gondolsz, hogy fog sikerülni? Hát most szerintem nem lesz annyira jó, mert nagyon nagy kerekű a biciklim, és nehezebben veszem be így a kanyarokat. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor ellopták a biciklit, és megtalálta a kutya a sapkának a szaga alapján, ki ellopta a biciklit. Nekem meg azt tetszett a legjobban, amikor ellopta azt a műkezet. A végén. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor leboxolt a kutya a szájkosáról. A Hegyeshalmi Általános Iskolában aznap nem volt tanítás. A mai nap célja igazából az, hogy a közlekedés biztonságosságára hívja fel a gyerekek figyelmét, illetve, mint már előbb említettem, ugye a nyár veszélyeiről, illetve az internetezés káros hatásairól is, mert ugye lehet internetezni, jó előnyei is vannak, meg hátrányai is, és erre próbáljuk meg felhívni a figyelmet. A regisztráció után egy ügyességi pályán bicikliztek végig a diákok. Amíg a kicsik biciklisztek, a nagyobbak a tornateremben hallgatták meg Pápai Gyula előadását a nyár veszélyeiről. Visszatérően próbálom itt a gyerekek figyelmét arra fókuszálni, hogy azért az iskola végével az otthon, a szabadság, a felnőtten nyári örömök között ne legyen problémájuk. Tehát ne kerüljenek olyan helyzetet, amikor ők akár balesetet szenvedhetnek, áldozattá válhatnak, vagy maguk követnek olyan cselekményt, ami később esetleg számukra hátrányos lesz. Az iskolában már hagyomány, hogy minden évben rendvédelmi napot tartanak a diákoknak. Órákat tudnék róla mesélni.